gyerkőcök, ma nem lesz nagyon hosszú óra, mert ugye turné volt a hétvégén, és ilyenkor szabadabbat hagyok. Szeretik és tisztelik. Tehát szava van a faluban neki. Fiatal édesanyákkal beszélgetünk, vagy találkozunk, akkor mindig azon drukkolnak, hogy ugye még nem megy nyugdíjba, ugye még bírja egy darabig, hogy az én gyermekem is legyen részes ennek a csodának. Szentegyházának a hírnevét ő az, aki elvitte, és mindenki példaképként tekint rá, mindenki felnéz rá. Istike koma, figyelj ide, fenny, mondjad megint, fenyő fa. Amikor jössz fel a lábaddal, akkor van fa, addig nincs fa. És? Én személy szerint sokat lestem el tőle, hogy kell a gyermekekkel bánni, vagy mi az a fontos, amit meg kell tanítani a gyermekeknek. Tanár úr az, aki egyenként tudja a gyermekeket, tehát ismeri, nevén szólítja, tudja, hogy milyen családból van, tudja, hogy, hogy ki vagy te. Budka még jó volt a eged. Háromnegyedes? Igen. Nyáron szerzünk egészest. Oda meg háromnegyedest, egészest. Azt hiszem, hogy egy pedagógus ilyen mit? Kell legyen, mint ő. Tehát mindent százszázalékos odaadással és a lehető legjobb tudással csinálni. Rendkívül sokoldalú, igazi művész. Három. Kettő, álljatok félre, mert repül a koma. Tekerjed, Domika, tekerjed. Tele humorral, pontossággal, odaadással, lelkesedéssel. Néha nehéz vele együtt lenni, a mindennapokban együtt dolgozni, de pont ettől, hogy ilyen kitartó, ennyire akarja azt, amit szeretne kivitelezni, ennyire határozott, pont ettől úgy érzem, hogy ebben van a sikere. Az felső dót, amit az előbb nem kaptál. Fili az egy különleges sikertörténet, ami nem tudom, hogy... Miért, hogyha az Isten támogatná, úgy halad tovább, az egész település büszkén nézi, hogy a Gyermek Filharmónia Szentegyházának nevet szerzett. A volt filisek pedig egytől egyig határozottan pozitív építő elemei ennek a településnek. A gyermekeivel van amit kezdeni, van közös nevező, van amilyen módon hatni rájuk. Tehát ez mindenképpen egy nagy családdá kovácsolta ezt a települést. A gyermek nem játék, de közben a legkedvesebb játék, de mégse játék. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni, és amilyen módon és amilyen szinten mi kalandozunk a gyermekekkel, ahhoz valóban csak a jó Isten jó akarata tud hozzájárulni, hogy ez megtör és sikeres legyen. Elképzelhetetlenül sok ima elhangzik, amíg mi turnézunk. Hát, amíg Kanadában voltunk, addig dugig teli volt a templom, és az egész falu imádkozott, hogy nehogy lezuhanjon a repülő, meg nehogy a gyermekeket ott elrabolja valami közösség, vagy mit tudom én. Majdnem fellobogózták a falut, amikor hazajöttünk éppen egészségesen és teli élményekkel. Fenomenális jó érzés tudni, hogy egy közösség akarata zeng az Isten felé, és hogy ez meg van hallgatva. Jóba vagyok az Istennek.